Tanszabadság számomra elsősorban a tanulás szabadságát jelenti. Azt a lehetőséget, hogy a tanulók, illetve egy bizonyos életkorban a tanulók szülei szabadon dönthessenek a gyerek tanulásáról, vagy a saját tanulásukról, rendelkezzenek azokkal a lehetőségekkel és információkkal, amik lehetővé teszik a döntési szabadság gyakorlását, és általában azt, hogy az oktatás elsősorban tanulásról szóljon, és ne a tanításról, vagy oktatáspolitikusok, vagy oktatás irányítók fejében lévő világtól elszakadt nünnükékről szóljon. Különösen fontos, hogy egy jogvédő szervezet manapság ezzel foglalkozzon, mert évek óta egy olyan oktatási rendszer épül ki, és olyan oktatáspolitikai gyakorlat van, ami számtalan, nagyon különböző ponton korlátozza a tanulók szabadságát is, a tanulás szabadságát is, és szinte teljesen felszámolta az oktatási intézmények autonómiáját.